A januári nagy hidegben sok helyen ivóvízhez sem jutott a lakosság, a Nyírség Víz Zrt. Szerint azonban ez nem a szolgáltató hibája. A társasággal kötött szerződéssel ugyanis a fogyasztók vállalják, hogy biztosítják a vízmérők fagymentességét. Az elmúlt napokban az 500 bejelentésből 300 helyen fagytak el a mérők, ezeket 17 000 forintért cserélték ki a szakemberek, 30 esetben azonban nem tudták ezt teljesíteni a fogyasztók. Nagyon fontos lenne a mérőhelyek szigetelése. Ugyanis azok a betonműtárgyak, amiket elsősorban régebben készítettek, tehát beton vízmérő aknák, nem szigeteltek, tehát le kellene őket takarni. Többféle mód is van természetesen. Javasolni lehet, hogy egy hungarocell szigeteléssel valamilyen módon takarják rá az aknát. Nyilván segíthet az is, hogy magát a mérőt esetleg valamilyen betekeréssel, vagy valamilyen csőhéjjal, ilyesmivel megvédeni. De nem csak az ivóvízzel voltak problémák, sok helyen az áramszolgáltatás is szünetelt a hétvégén. Nagykállóban például erről a vasoszlopról szakadt le a vezeték. Itt a tűzoltók segítségére is szükség volt, ugyanis az oszlop egy horgásztó szigetén található. Ekkor 220 fogyasztónál szünetelt a szolgáltatás, de nem csak ebben az egy esetben volt szükség szakember segítségére. Pénteken olyan vezeték szakadt el, amely több mint a város egyharmadát érintette. Többször elment az áram délután, és volt, ahol 5-6 óráig nem volt áram. Az emberek igazán akkor értik ezt meg, amikor átélik ezeket. Minden a villamossághoz van kötve, és ugye a fűtési rendszerek megállnak, azon kívül, hogy a világítást megoldják gyertyával. Az E.ON Zrt.-hez közel 600 lakossági bejelentés érkezett az elmúlt napokban. A problémát országszerte a több mint 100 km/órás szél okozta a vezetékekben. Az üzemzavarokat a kollégáink átlagosan 2,5-3 óra alatt tudták javítani, viszont az időjárási körülmények és a sérülések jellege miatt két esetben két középfeszültségű hiba esetén ennél hosszabb időre volt szükség. Az egyik ilyen üzemzavar Kisvárda Nyírbogdán egyes település részét érintette, itt közel 1600 ügyfelünk volt érintve, a másik hosszabb idejű kimaradás pedig Fehérgyarmat, illetve Komlott-Tóth falu település egyes részét, itt mintegy 2000 ügyfelünket érintette az áram kimaradás. Az E.ON csoport az extrém hidegre való tekintettel január 16-áig felfüggeszti a tartószámlatartozások miatti lakossági kikapcsolásokat.